Tempó tökéletes. Rapport, Ördög, Lizus, Niki, Ica és a gyönyörű sárga. Így megy a kis csapat. Első kör, még jönnek egy jó felet. Nem megkéstem, rohantam utána, most jöttek be nemrég, hanem még a paniszt ki kellett dobnom. Jó, oké, na. Kicsit megkéstem, otthon baszokattam ilyen idézetekkel. Tényleg az volt. Igen, most a csókra megyek rá. Most az lesz a következő nyomozásom. Mindig nyomozok. Nem úgy nyomozok, szeretnék, nem, hülyén meghalni. Nincs itt más bajom nekem az égvilágon. Ugye megfejtem a lovakat, megfejtek dolgokat. Most el van cseszve az impikém. Újra, most én is birkózok vele be a panikba vitellel. Most már háromszor kapott el. Mind a kiskutya úgy vittem idáig. Ha mindegy, megfejtem azt is, majd most kitaláltam éjszaka, hogy majd egy másik irányból meg, nem tudom. Pörgök. Mindig valami van az agyamban, de szerintem ez jó. Az ember fölnyomja, hogyha lesüppedsz a iszabba, és akkor nézel ki a fejedből. Nem bazd meg, mindig valami pörögjön ide-oda. Ha megfejtettél valamit, jön a másik, jön a következő. Csú. Szerintem ez visz előre. Jézus Mária, és csak 7 óra valamennyi van. Úristen, mi lesz itt ma? Ha már most ilyen barom vagyok. Nem vagyok barom. Vagy igen. Vagy nem. Doktor úr, mostanában olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem? Tetszene ki, ez is jól. Értik? Most, doktor úr, mostanában olyan bizonytalan vagyok. Vagy mégsem? Jaj, baszom anyám. Jó, tehát voltak itt, amik futottak, és ami fut, abból itt volt Ördög és a csodaszép nyúbékancánk. Most csináltam egy rafináltságot, ugye, ebbe a futamba, mindez az én dolgom, hogy miért. Ugye osztva lett a futam. Áldozat nélkül nincs siker. Lehet mondani, és remélhetőleg még úgyse biztos, hogy van siker, de esetleg könnyebb a feladat. Tudom, hogy mit, miért, ebbe sincs problémám. Tehát ördög fut, és Emily Princess, így van. Liza jövő héten fut. Volt itt Icus Kisniki, ők még nem futnak. Rapport futott, majd fut. Nem is tudom, ki volt még. Kb. így voltak. Jó, megyünk tovább. Eljönnek egyenes végéig, és onnan átmenjünk egy gerincroppantón, és a Gizivel már kim volt a lányom, és igaza van, és elkezd itt nekem kiabálni a telefonba, és jogosan, hogy mit csinálnak ezek, hogy ilyenkor mennek baba. Na mondom, lányom, te föl vagy háborodva, és engem nyugtatsz, hogy miért vagyok idegbeteg. Évek óta ezt élem át. 6-10-kor jöhetnénk ki. És itt van 7:30, hanem több. Panisz kiraktam padikba, el van jól. Abban megbirkózok könnyedén, de most az impia, amit meg kell oldanom, meg kell fejtenem, már érkeznek is. Milyen lelassultatok, hogy mi van? Na, jönnek, jó. Hagyj menjenek, mivel lelassultatok? Egyenes végéig vissza a gerincroppogtató, ördög. Lizus, Kisniki, de szépen megy. Icuska és Nyúbé, ő is szépen megy. Mind szépen megy különben. Jó. Szépen mennek a kis szilák. Jó. Nem tudom. Gerincroppogtató. Nem is tudom, miről beszéltem itt előbb. Nem tudom. Teljesen mindegy, mert csak beszélek. Bla, 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 bla. Gyerekek! 5 órakor -4-et mutatott a laptopom. Laptop, mindegy. Ki hogy mondja, helyesen nem tudom, laptop szerintem. Teljesen mindegy. Tudjuk, -4 fokot mutatott. Igen, most ezen is, hogy nem laptop. De bazd meg, nem a laptop vagy laptop a lényeg, hanem -4.
azt keresd meg, ami érdekes egy mondatba, baszki. Majd utána javítasz. Ezt is magamnak mondom. Le akarták nyúlni a zsarzsi lovamat, mondtam, nem adom. Ugye az alias Tama, az ilyen apucira vár. Kiviszem megint panis szerintem. Bár jó lett volna menni egy kicsit a Tamával többet, majd kitalálom, mert csak egy galocsasz megy. Hát három futónk van, Nikijével együtt, ugye panis, ördög és nyúvéj. Egyenlőre így jött, Bence lett volna a negyedik, de aztán azt, az majd két hét múlva. Jövő héten Icát újra bevetjük. Lizát, bocsánat. Lizuskát. Love me just a little bit longer. Together make it. Or love is much better. De jó. Egész jelez ment. Nagyon szépen mentek. Hogy mit tököltök, hogy ilyenkor jövünk ki, azt nem tudom. Vagyunk ezren. A palikban nincsenek a kancák még. Ja, nincsenek. Már mondtam, hogy jöjjön ki a lányom a szürkével, de hát inkább nem vállaltam be. Szépen ment, ugye? Hát de most már... Hát igen, azt mondta, hogy mondtátok, hogy nem. Kicsit lassabban az eleje, hogy ne cepedlizzen a vége. Gerincropogtató! Hát szépen mentek, nem volt fejük is. Hogy vagy, Lilikém? Jó, oké. Gerincropogtató, gyerekek! Ha használjuk már ki, ha itt vagyunk. És az miből áll? A lónak az csak jó. Csak szép lassan, hogy ne cepedlizve menjenek föl, hanem aránylag elengedve. Úgy ér a masszázis valamit, ha el van engedve az alany. Kicsit lazulva van, picikét. Persze előtte meg kell lazítani. Ehhez kell a paganini kéz. Igen. Igen, lóhoz, nőhöz, Paganini, így hívtak évek, hosszú évek óta. Bocsánat, nem múlt időben mondom, így is hívnak. Paganini. Ültessétek fel a Paganinit az el... Na, azért, hogy szaladtam, azt ültem főre. Vagy esetleg... Fölülhetek arra is. A Tamát nem adom senkinek, az biztos. Gyerekek, ha valami probléma, a lényeg, hogy ne rohanjunk hazafele, hogy nyugodjon a vége, lazuljon. Ha valami problémás van, szóljatok, apuci főpattan rá. Mehet. Mehet, gyerekek. Csak az a baj, hogy rátok még a kamerázás se lehet rátok bízni. Ha, ahhoz itt csak én. Ez az. Na jó.